A reggeli szentmisén már hallani lehetett a napokban felújított és újra hangolt orgona hangját a tótfalusi templomban. Az orgonát 1942-ben helyezték el a templomba. Azóta csak egyszer, az 1980-as években volt felújítva, és kétszer hangolták újra. Nekem egy felemelő érzés, már elsősorban azért, mert épp olyan idős, mint én, az orgona. És hát 15 éves korom óta szinte énekülni jártam, én már most nem bírok fölmenni a kórusba, de annak idején hát ez volt a legfőbb vágyam, hogy énekülhessek, és hát egy zongorával, orgonával, hát minden mise sokkal szebb. A felújítás közel egy hónapon át tartott, kitisztították a sípokat, portalanították azokat. A fából készült sípok érzékenyebbek, így könnyebben szorulnak felújításra. Mérföldekkel tisztább a hangzása az egész orgonának, mint ezelőtt volt. Szól szerencsére most már minden síp, sikerült helyrehozniuk, aminek én nagyon örülök igazából, mert nagyon nehéz és rossz volt úgy játszani, hogy nem szóltak bizonyos hangok. Tehát azáltal nem is tudtuk rendesen lejátszani az énekeket. Az orgona javítása minden templom életében nagy esemény, emelte ki Utasi Jenő, helyi plébános. A több mint 80 éves orgona felújítását, újrahangolását a Magyar Nemzeti Tanács támogatta. Mindezt anyagi támogatónak köszönhető a Magyar Nemzeti Tanácsnak, 1.860.000 dinárral támogatta. Önerőből biztos, hogy nem tudtuk volna ezt kifizetni. Hát így is halogattuk már évek óta a javítását, és így sikerült ezt a tervünket megvalósítani. A tótfalusi templom nagy tornya, homlokzatának felújítása is időszerű lenne már, ugyanakkor ez egy nagyobb beruházásnak számít, így nagyobb pénzügyi befektetést is feltételez, tette hozzá a plébános.